Ettől a hétvégétől jár a fogaskerekű. Pályakarbantartást végeztek több mint egy hónapon keresztül. Esedékes lenne azonban a teljes körű felújítás is, de a Karácsony Gergely vezette budapesti városháza nem foglalkozik vele. Tarlós István idején elkészültek a fejlesztési tervek, már a munkálatok is megkezdődhettek volna. Idén februárban azonban lejárt az építési engedély, a jelenlegi vezetés pedig meg sem hosszabbította azt. Több mint egy hónap után szombattól ismét jár a fogaskerekű Budapesten. Március közepétől pályakarbantartási munkálatokat végeztek, ezért szünetelt a közlekedés. A menetrend és az üzemidő a korábbiakhoz képest nem változott, de a BKK bevezeti az úgynevezett igényvezérelt szolgáltatást a hajnali és késő esti órákban. Vagyis csak akkor közlekedik majd a fogaskerekű ebben az időszakban, ha azt előzetesen valaki megrendelte. Vannak, akik szerint a főváros ezzel a fogaskerekű megszüntetését készíti elő. A fogaskerekű visszafejlesztésének és bezárásának első lépését látjuk. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Híradónak arról beszélt, szerintük nem korlátozni kellene a szolgáltatást, hanem bővíteni. Dornár Lajos emlékeztetett, a fogaskerekű felújításának és a Széll Kálmán tértől a Normafáig tartó meghosszabbításának a terve már az asztalon volt. 2017-ben még Tarlós István főpolgármestersége idején készítették el a fejlesztés terveit, ezek érvényessége azonban 5 év után lejárt. Hozzátette, meg lehetett volna ezeket hosszabbítani, de nem tették. Ezeknek a terveknek egyszer meg lehet még hosszabbítani az érvényességét, ez csak egy kérelmet kellett volna beadni, ezt sem tették meg, és nyilván ráutaló magatartásnak számít. Úgy gondolják, hogy ez csak púpa a hátukon, és nem foglalkoznak vele, pedig valójában azért ez a fővárosnak az egyik jelképe. Annak ellenére nem adták be a kérvényt, hogy a lejáró engedélyekre időben felhívták Karácsony Gergely és a BKK figyelmét. Erről a 12. kerület polgármestere beszélt a Magyar Nemzetnek. Pokorni Zoltán azt mondta, decemberben Vitézi Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője levélben értesítette a főpolgármestert, hogy kifutnak az időből. Kerestük az üggyel kapcsolatban Karácsony Gergelyt is. Többek közt azt kérdeztük tőle, hogy szerint előfordulhat-e, hogy egy jövőbeni felújítás a most lejáró tervek miatt akár több millió forinttal is többe kerül majd, illetve hogy tervezi-e felelősségre vonni a BKK vezetését az elmulasztott kérelembeadás miatt. A főpolgármester adásunkig nem válaszolt kérdéseinkre.